Sziasztok! Ma ismét egy rendhagyó videóval jelentkezem. Egy olyan közlekedési szituációval találkoztam az előbb, amiben nem találkozok minden nap, és hát ha másoknak is esetleg egy kicsit a figyelmét felhívja, és ezáltal elkerülhet bizonyos problémákat. Beültem a kis családi kombinkba, és a mi utcánk egy jobbkezes utca, ami annyit jelent, hogyha én odaérek a kereszteződéshez, akkor ugyebár nekem van elsőbségem, én érkezem jobbról, tehát a kereszteződésben, aki balról érkezik nekem, annak kötelező, tehát nem választható, hanem kötelező nekem elsőbséget adnia. Na most nyilván, mint minden normális ember, én is azért balra el szoktam nézni, mielőtt begurulok ebbe az ilyen jellegű kereszteződésekbe. Ez egy jól belátható kereszteződés, és azt láttam, hogy egy hölgy nagyon nagy tempóval teker, és én miközben gurultam a kereszteződés felé, figyeltem őt, hogy föl tudjuk venni a szemkontaktust, és hogy mit fog csinálni, elenged, nem enged, vagy mi lesz. És hát a következő történt, hogy sikerült felvenni a szemkontaktust, legalábbis én úgy láttam, hogy ő rám nézett, és abba is hagyta a tekerést, és mintha elkezdett volna fékezni. Na most én ezt úgy vettem, hogy akkor ő tudomásul vette, hogy én el tudok akkor menni szabályosan, illetve be tudok menni a kereszteződésbe szabályosan úgy, hogy nekem van elsőbségem, és elnéztem még egyszer jobbra, és kigurultam a kereszteződésbe, és abban a pillanatban a bal szemem sarkában azt vettem észre, hogy megjelenik valami mozgó valami, akkor még nem tudtam, hogy micsoda. Nyilván a hölgy volt a kerékpárjával. Én beleálltam a fékbe, és gyakorlatilag nekem ő integetett, és nyomdafestéket nem tűrő szöveget mondott felém. És muszáj volt neki megállnia, mert ezután a kereszteződés után, hogy ő tovább haladhasson egy másik kereszteződésön, ahol viszont már biztos, hogy meg fog állni, mert van tábla. Meg is állt, és én odaértem a hölgy mellé, tehát nekem jobbról volt a hölgy, a kerékpáros hölgy, és leengedtem a jobb oldali üveget, és mondtam hölgynek, hogy csokolom, mondom, ugye tetszik tudni, hogy nem önnek volt elsőbsége az előbb. És ő felhangon elkezdte nekem mondani, hát hogy én miről beszélek, hát ő haladt egyenesen, én kanyarodtam, ezért neki van elsőbsége. És mondom, tetszik tudni, hogy van olyan, hogy jobbkész szabály, hogy jobbról érkezőnek elsőbséget kell adni, és ez egy jobbkezes utca? Ja, azt tudnotok-e, hogy itt lakik a hölgy a környéken, és mondja, hogy hát, hogy ő ilyenről nem is hallott még, és én miről beszélek, és megsértődve, ő gyakorlatilag befejezte velem a kommunikációt, és nézett előre. És gondolkoztam azon, hogy mondjak-e még neki valamit, de inkább felhúztam az ablakot, és nem mondtam neki semmit. Én nagyon remélem, hogy ez a hölgy a kedves férjével majd megosztja ezt az eseményt. És a kedves férje elmagyarázza neki, hogy igen, ez egy jobbkezes utca, és hogy mi a jobbkész szabály. Na most ebbe tudjátok, az a nagyon szomorú számomra, hogy vannak kerékpárosok, de nem csak kerékpárosok egyébként, akik úgy vesznek részt a közlekedésben, hogy nincsenek tisztában bizonyos szabályokkal. Tehát kijön a közútra úgy, az autók közé, a 2 tonnás, meg 3 tonnás, meg több tonnás autók közé, hogy ő nem tudja, hogy mi a helyzet. És ha most történik itt esetleg egy probléma, egy baleset, engem is meghurcolnak nyilván ezzel az egésszel, nem elég az, hogyha mondjuk a hölgy történik valami olyan dolog, ne adj Isten, úgy veri be a fejét, úgy esik el, mert az autó föllöki gyakorlatilag őt, vagy ő úgy nekiütközik az autónak a kerékpárjával, elesik, beveri a fejét, és ne találtan egy tragédia történik, akkor aztán meg végképp vállalhatatlan az egész dolog, hogy egy ilyen dolog miatt. Na most azt tudnotok kell, hogy ennek a hölgynek van 2 kisgyereke ráadásul, tehát hogy tovább menve az, hogy nekem milyen problémákat okoz ezzel mondjuk lelkileg, hogy gyakorlatilag meghal valaki úgy, hogy én is ott voltam ebben a dologban, igaz, hogy nem az én hibámból, de hát ott maradt 2 kisgyerek, haló. Tehát, hogy egy kicsit súlyozzuk már meg egy picit ezt a dolgot, hogy mit csinálunk az utakon, mert ez így nagyon-nagyon nincs rendben. És én egyetértek azokkal egyébként, akik azt mondják, hogy a kerékpárosoknak is kötelező lenne legalább valamilyen szintű kereszt tudásról tanúbizonyságot tenni, mert ilyenek történnek. És most nem történt tragédia, nem történt semmi gyakorlatilag. De akár történhetett is volna, és én minden ilyen egyes embert sajnálok, főleg a családját,
akikkel ilyen történik. Úgyhogy annyi a kérésen fejtek, itt van a jó idő, itt van a nyár, most már a nyakunkon, jöhetünk, mehetünk, kerékpározhatunk, hogy figyeljünk egymásra egy kicsit jobban, meg picit vegyük már komolyabb a dolgokat, főleg akkor, ha kijövünk az útra. Hát ennyit szerettem volna veletek megosztani, kérlek, ha autós társaim, ti is próbáljátok meg egy picit jobban, még jobban figyelni a kerékpárosokat, ha pedig egy kerékpáros nézte, akkor meg ő próbál meg kicsit legalább a szabályokat magáévá tenni és alkalmazni, mert az úgy nem pálya, hogy jönnek-mennek keresztbe hosszába. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkolt kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, és az előző videómmal Szepesi Anikó pszichológussal és gyógypedagógussal beszélgettünk az iskolai bántalmazás témájáról, hogyha még nem néztétek meg, akkor kérlek nézzétek meg, és a videó végén megígértem, hogy folytatni fogjuk azt a videót, hamarosan ez is jön, legyen szép hétvégétek, vigyázzunk egymásra, sziasztok!